felvezetője, hogy az internet nem tud titkot tartani. Igen. Kifecsegte azt is, hogy idén július 29-én Lajos atya 70 éves lett. És Isten éltessen. Köszönöm szépen. Mifelénk ezt így mondják, hogy 72. Ha összetudnám foglalni néhány szóban az elmúlt 70 évet, akkor mit elmondanék? Néhány szóban Isten végtelenül szeret, és ez a szeretet a testvérekben jön közel hozzám. A Szentírásban is, de a Szentírást is a testvérek segítségével tudom olvasni, megérteni, hogy az egyház szeretett közösség, talán ez a legerősebb élményem. A pápával együtt is, meg azokkal az egyszerű emberekkel, akikkel együtt élek. Az egyház szeretett közösség. Ez a legfontosabb, és jó Isten megadta, hogy eddig múltkor számoltam össze a 70. születésnapomra készülve, hogy 12 helyen szól, 12. helyen szolgálok most. Lehet, hogy a Földön ez már az utolsó, kész akarok lenni jó Isten mostani és következő tervére is. De azt hiszem, hogy ennek az örömében élek, és akkor szeretnék ennek a tanúságtevője lenni. Isten szeret, és ez a szeretet a közösségekben, a testvérekben jön közel hozzánk, és ebben a közösségben a leegyszerű ember is, meg a Szent Atya is ott van, és sokan-sokan mások is. Minket épp úgy küld ma Jézus, mint egykor az apostolokat, mondott a Lajos atya az egyik temesvári előadása keretében. Hogyan látja a mai társadalomban, melyek azok a kihívások, amelyekkel egy akár missziós lelkületű kereszténynek is meg kell küzdenie? Hát kihívás persze sok van, de ez mindig igaz maradt, hogy Jézus küld bennünket. És hogyha hiszek a megtestesülés titkába, ha hiszek a Szentlélekben, hiszek abban, hogy Jézus nem csak a kortárs zsidókat választotta meg, hanem az egész emberiséget, mivel ő igazi emberi életet élt, ezért valahol kellett megtestesülni, valamennyi fizikai keretek közötti időben kellett élnie, de az ma is valóság, hogy az egyház Krisztus titokzatos teste, és ebben a titokzatos testben itt van, Jézus jelen van, és ezért nem kisebb a meghívottságunk és a megbízatásunk az apostoloknak. És hát a világnak a kihívásai se nem rosszabbak, se nem jobbak, de biztos, hogy az ember, amit átél, néha azt érzi a legszebbnek, néha meg azt érzi a legnehezebbnek. És ezért így van, hogy ezek a kihívások nagyon keménynek, nehéznek tűnnek. Az biztos, hogy a liberalizmus címén terjedő ideológia még rafináltabb és veszélyesebb, mint annak idén a kommunizmus volt, amiről kommunizmusról jót nem tudok mondani, csak rosszat. De ott akkor világosabb volt, hogy hol lapul az ellenség, mi ellen kell küzdeni. Már sokkal rafináltabb, mert nagyon-nagyon ez a 666, ami majdnem hasonlít a 777-re. Az ördög nagyon szimpatikus orszáját próbálja mutatni, észnél kell lennünk. De itt megint csak azt hiszem, hogyha van egy kis közösség, amely kontroll is számunkra, akikkel tudunk beszélgetni a kihívásokról, a nehézségekről, a személyes életünk kihívásaival is jobban szembe tudunk nézni, és jobban meg tudunk küzdködni. Tehát azt hiszem, hogy ez a liberalizmus, hogy minden szabad, neked minden szabad, ez sajnos belénk hatol, és megpróbálunk mindent csinálni, mindent megszerezni, mindent megnézni, mindent elfogyasztani. Vigyáznunk kell erre. A másik ez a fogyasztói szemlélet, hogy vedd meg, használd, dobd el. A tárgyakat így készítik számunkra, belehajszolnak bennünket, ha nem vigyázunk, belehajszolnak bennünket, hogy tényleg mindent megvásároljunk, mindezt hozzáférjünk, és egyre mi magunk leszünk egyre kirablottabbak, kiraboltabbak. Tehát, és különösen kell vigyáznunk az emberi kapcsolatainkra, ne vetüljön át mindez, mert tényleg hajlamosak vagyunk ám. Én ezt látom nagyon gyakran, hogy hajlamosak vagyunk az embertársunkat is így nézni, hogy beszélgetek vele, amíg nekem tetszik, foglalkozok vele, amíg nekem érdekes, stb. És hát vigyáznunk kell rá papoknak, világiaknak egyaránt, hogy az embertársban továbbra is Isten képmását lássuk. És a teremtett világból annyit fogyasszunk, amire valóban szükségünk van, és ne többet. Talán ezek.
A Temesvári Egyházmegyeiben nemzetiségi és vallási szempontból egyaránt szorványban élnek a katolikusok. Az úgynevezett közösségek plébániája, amiről az előadásban is hallottunk, számukra egy járható út lenne, mivel hogy eleve kis közösségekben élnek. Lajos atya mit tanácsolna ezeknek a kis közösségeknek, illetve a keresztényeknek, hogyan erősödhetnének? Alázattal szeretnék hozzá nyúlni ehhez a kérdéshez, vagy válaszolni, mert nem élek itt, tehát véletlen sem gondolom, hogy én jobban tudnám, mint az itt élő testvéreim. De amit gondolom az evangélium alapján, meg a tapasztalatom alapján, amit lehet, az, hogy kicsiben erősítsük egymást. Tehát ha most egy plébános hallgat meg engem, akkor a plébános biztatnám arra, hogy a munkatársaira tekintsen úgy, mint testvéreire, és kezdjen velük egy tényleg testvéri párbeszédet. A világi Krisztus hívő hallgat most engem, vagy azzal beszélgetek, akkor ő is, hogy keressen meg azt az egy-két-három testvért a közösségben, akikkel testvéri módon tudják olvasni a Szentírást, beszélgetni a Szentírástól, alkalmazni a Szentírást az életükre, a mindennapjaikra. Kicsiben az evangelizációt kicsiben kell elkezdeni, magunkon kezdve. Tehát engedjük, hogy az evangélium átjárja az életünket. Az evangélium életformánká legyen, az evangélium legyen az elindítója a mindennapjainknak. Tényleg ehhez minden nap kell olvasnunk a Szentírást személyesen, és minél többször együtt is olvasni a Szentírást, beszélgetni róla.